Sziasztok, én Lasi vagyok, és ez teljesen más jellegű videó lesz, mint amit eddig készítettem. Kijöttünk ide a régi horgásztóhoz, ami tőlünk nem olyan messze van. Amint látjátok, csak volt horgásztó. Mert víz az nem sok maradt benne. Szerintem még egy 2 év ezelőtt lehetett benne horgászni, tavaly már nem sok víz volt benne, most már csak ez a kis pocsolya maradt itt középen, és teljesen ki van száradva. Nem tudom, hogy ebből lesz-e még valamikor még egyszer horgásztó, de elég siralmasan néz ki a mostani helyzet, ami maradt belőle. Ezt nem tudom mikor, szerintem valamikor az 50-es, 60-as években ásatták ki, ez mesterséges tó volt, vagy tóként készült, és ilyen 2-3 méter mély volt neki a legmélyebb pontja, és most meg csak ennyi maradt belőle, 2-3 méter mély vízből. A többi az mind elment. Csapadék utánpótlás nem nagyon van, a talajvíz lement nagyon mélyre, és így szép lassan kiszáradt. Itt van az aljában iszapon ez a mélyen repedések. Nagyon szürreális látvány. Nagyszüleim innen nem messze laktak a tanyavilágban annak idején, sajnos már nem élnek. És mikor gyerekkoromban itt voltam náluk, az ebből kifolyó vagy kiágazó csatornákban is volt még víz, abba az irányba fölfele volt egy csatornarendszer, ami igazából 2 falut vagy 2 város között szinte teljesen áthidalta. Manapság ezek a csatornarendszerek is már megszűntek, mert a gazdák jó részt beszántották őket, mivel nem volt benne víz. De amikor én gyerek voltam, egy 20 évvel ezelőtt, vagy még annál is több, ott szeregettük benne kifele a teknős békákat, a tele volt mocsári teknőse, aztán tudom, hogy mamának fogtuk a sütőlapátját, a kemencébe sütötték a kenyeret otthon. Volt a sütőlapát, azzal vittük be a teknős békákat a mamához, az meg kizavart minket teknős békástól vissza a mocsárba, meg hogy mire használjuk az a sütőlapátját, az nem arra való. Úgyhogy nagyon jó emléket fűződnek ehhez a helyhez, meg a környékhez, de ez most már teljesen megszűnni látszik. El fogunk menni majd egy másik tóhoz is, aminél szintén rengeteg jó emlékem fűződik. Az innen egy 15 kilométerre van, szintén mesterséges tó. És szerintem az is ilyen hasonló állapotban van, mint ez, vagy még ettől is úgy lehet rosszabb. Hát sajnálom, hogy ez így alakult, de nem hiszem, hogy ebből még egyszer itten normális tó lesz. Benne lévő halakat szerintem kiszedegették a gólyák, daruk, gémek. Ott középen lehet, hogy ebben a mocsárban van még valami, bár szerintem ezek ebben a melegben úgyis főfordulnak. Abban a vízben nem élnek meg esetleg csak békák. Közben látunk benne lábnyomokat is. Vannak itten csapások lefele föntről. Nem vagyunk itt a Délalföldön, hát szinte a migráns úton a keresztüzébe. És itt mennek keresztül rajtuk, ezben a migránsok, látszanak benne a lábnyomok. Meg itt az útszélén voltak hátizsákok, meg hálózsákok. Úgyhogy itt már neki se kell horgászni, nem mintha lenne rá idejük. Na, folytatjuk mindjárt a másik tótól. Most nem messze a horgásztótól, mint mondtam, erre elég nagy migráns útvonal van. Van az erdő szélén egy autócsempész autó letámasztva, finoman szólva. Mondom, menekültek a rendőrök elő. Mi is nem egyszer láttuk egyébként, mikor erre voltunk kint, hogy az úton kergették őket a csempészek, mert menekültek. Bejöttek ide a susnyásba, azt itt elagadt a gépjármű. Most nyilván ez már nem most történt, mert már fölnőtte a gaza. Azt hiszem, ez Ford Transit volt, Transitot fölnőtte a gaz. És közben persze megjelentek azok az emberkék is, akik ezekből élnek, és lebontották a kocsinak az elejét. Kerekeit leszették a gépjárműnek, de annyitól már katalizátor sincs alatta. Bár azt nem fogom tudni most megnézni. Úgyhogy ez valamikor magyar autó lehetett, mert magyar felirat van az oldalán. Valami Hungária. Kereskedelmi KFT talán, de nem vagyok benne biztos.
hogy a matricáknak a helyén van, úgyhogy ez valamikor magyar autó volt. Egyébként a legtöbb autó, ami erre megy, azon mind külföldi rendszám van, tehát olasz, francia, bulgár, német, mindenféle autókkal jönnek és viszik itt a migriket. Viszették a hátsó lámpáit is. Hát amit könnyen lebírtak volna szerelni, azt lemenekítették, gondolom majd megpróbálják értékesíteni. Na, hát itt a csomagtartóban nincsen semmi. Az üvegszilánkon meg a szeméten kívül. Az első befelrítő az itt van darabokban. Még a tolóajtó rajta van csak összeverve. Ezt nyilván nem szedték le, mert még ez a jobbos ajtó is még egybe van és nyílik. Remélem darázs nincsen benne. Ja. Úgyhogy amit bírtak, kiberheltek belőle, annak középről a rádiót is lekapták. Ahogy nézem, bár mondjuk a kamera most besötétült, mert a kinti fényviszonyokhoz volt beállítva. Biztosítéktábla. Nem tudom, amit bírtak, azt ebből így kimozgósítottak itt az emberek. Motortér is, amennyire lehet hiányos. A lekárít ott volt a susnyásba. Felső zárhíd nincs, hűtő nincs, klímahűtő se, cooler se, akkumulátor nincs, biztosítéktábla szintén ki van belhelve. Úgyhogy amit bírtak, leszettek róla. A generátor mondjuk az fönt van, a klímakompresszor is rajta van. Úgyhogy ez egy Ford Duraturk DI dízel motor, hogy ebben a gépjárműben benne van. Hiányos állapotban. Aha, itt van, ahogy hívják a leömlő. Ugye itt volt a turbó rajta, hogyha jól gondolom. És akkor ott volt valahol a katalizátor, ami már most nincs ott. Szépen elvágták, gondolom. Akkumulátoros kisgéppel már most nem tart sokáig. Úgyhogy szépen szétkapták ezt a gépet. Ezen kívül egyébként az erdőben rengeteg hasonló gép van elhagyva. És van, amit egybe elvisznek, így szedegetik őket össze. Valami meg ott marad az erdőben, mert nem bírják elvinni. Hát ezt innen már csak traktorral lehetne akkor kivontatni, hogyha négy kereket valaki rárakna. Addig meg itt lesz szemét az erdőbe ez is. Egyik rendőr ismerős mondta, hogy amennyiben úgy fogják meg az embercsempészt, hogy tetten érik és az autónál fogják, akkor az autót elszállítatják. De hogyha ezek korábban már meglépnek, elszaladnak az autótól, onnantól kezdve a rendőrség nem foglalkozik az autóval, mert nincs rá kapacitásuk egyrészt, másrészt, mert telephelyen sincs már hely, tehát annyi autót bevittek már az útszéléről. Hát szerintem napi szinten lehet őket látni, hogy viszik az autókat, megkergetik őket. Legutoljára, amikor erre jártunk én Decefaterommal, egy pár hónappal ezelőtt, itt az Erdőn túl van egy széles földesút, de ilyen elég jó minőségű, majdnem aszfalt minőségű földesút. Akkor is egy sötét színű mikrobusz ment ilyen 100 fölötti tempóval, meg utána 5 rendőrautó kergette legalább. Aztán nem tudom, hogy azt megfogták-e végül, de gyakorlatilag ez mindennapos ezen a részen mostanában. Úgyhogy errefelé jövünk, szinte mindig lehet őket sétálni és látni az erdő szélén. 4 fős csoportban, 5 fős csoportban van, mikor vannak 20-an is. Teljesen változó. Na, megyünk tovább, megnézzük a másik horgásztavat is. Megérkeztünk a videónak a másik helyszínéhez. Ezt mi annak idején Bikatónak hívtuk. Azért volt ez Bikató, mert ott a távolba van egy épület, régi mezőgazdasági TSZ épület, itt szarvasmarhákat tenyésztettek, és ide hozták őket itatni ehhez a tóhoz. Ez is mesterséges tó. 2000-es évek elején valamikor egyszer ki volt száradva, arra emlékszem, mert akkor még Simpsonnal róttuk a köröket, és motorral átbírtunk itt menni keresztül rajta. Dagonyás, mert saras volt, de átmentünk rajta Simpsonokkal. Utána azért sokszor volt benne, hogy följött a víz egész magas szintig. Ennek is a legmélyebb pontja ezen a részen valahol lehet. Ilyen 2 és 3 méter mély között valahol. Itt van egy ilyen kis betonos lejáró. És volt olyan, amikor a víz egész itt volt fönt. Akkor jöttünk ide, és itt fürdöttünk, meg pancsoltunk ezen a betonos részen. Tudtunk, hogy itt nem mély a víz. És itt pancsoltunk benne. Meg van fönt videó a YouTube csatornán, egy egész régi videó. Az AE86-tal is voltunk itt, mikor az egyik évben be volt úgy fagyva a tó, hogy rá lehetett jönni autókkal, meg motorokkal, padokkal.
nem volt benne ennyi nád meg sács, és akkor itten körbe mentünk karikára, ki volt alakítva egy nyomvonal, és akkor autóval is, quaddal, motorra, amit szól, lehetett rajta csapatni. De most ez egy darabig megint nem fog megtörténni. Egyrészt nincs olyan hideg tél, hogy befagyjon a víz rajta, másrészt pedig nincs benne víz, ami befagyjon. Most már az egészet fölnőtte ez a nád meg sás, úgyhogy ebbe egy darabig nem kell itten semmilyen hobbit csinálni, készíteni. Hát sajnálom, ez is egy ilyen tök jó kis helyszín volt, rengeteget jártunk ide kamaszkorunkba, motorokkal is, meg utána autókkal is. Még az első autóm egy Hada Samara volt, azzal is 2009-10 környékén, januárában nagyon hosszú ideig, nagyon hideg volt, be volt fagyva a tó, és akkor Samarában is így csapattak a kézifékeset a jégen. Onnan lendületből rájöttünk a dombról, ilyen 50-60-an rá a jégre, az, ahogy ráértünk a kézifék ránt, és akkor itt berögtünk rajta, emelről meg simán átjöttünk oda-vissza, oda-vissza. Tök jó kis sztorik voltak ennél a tónál is. Sőt, 2017-ben akkor itt voltunk kint párommal egyes fotózáson, akkor is még egész sok víz volt benne. Hát most már ezek elmúltak. 17 óta ez megint durván kiszáradt. Pedig szép hosszú nagy tó. Most így ebben a nádassal meg sással igazából a madaratnak költőhelynek nagyon jó, de élelmehen nem sok mit fognak tanálni itt, mivel csak itt, ezen a kis pontjában van egy nagyon picike kis mocsár, de összességében nincsen benne víz. Ami számottevő, ez a nyáron ebbe a kánikulába, az el fog innen tűnni. Nem fog ez a víz se megmaradni. Úgyhogy sajnálom, hogy ezek a tavak itt a környékben így jár. A kamerám közben, alapból nem is úgy készültem, hogy itt majd kint az erdőben, meg a tavak környékén kamerázunk, csak benn volt a kocsiba, és úgy gondoltam, hogy megörökítem. És nem volt az akkumulátor feltöltve, szóval kikapcsolt a kamera, így nem bírtam teljesen befejezni a videót. De csak igazából annyi maradt a végére, hogy elköszönjek, és megköszönjem a figyelmeteket. Ha szeretnétek még hasonló tartalmakat látni, ami nem autószerelős, hanem inkább ez a akár ilyen urbex-es, vagy urbex, hogy mondják az helyesen, urbexolás, körbenézzük ezeket az elhagyott autókat, amik vannak az erdőbe, akkor erről is tudnék még egy-két videót úgy lehet összehozni. Bár ezek az autók is folyamatosan változnak, tehát hogy van, nincs, viszik, nem viszik, de mindig van az erdőben egy pár darab, tehát egy-kettőt mire lehetne kamerázni, hogyha van rá igény. Na köszönöm, hogy itt voltatok, sziasztok!